Das ist der neue Cord Revolver Modell Sky Marshall. Er wurde speziell entwickelt für eine Vorgabe einer internationalen Behörde. Ez a rendkívül vonzó lopjan engem táska, egy nem kevésbé érdekes terméket rejt. Méghozzá egy Cord Sky Marshall revolver. Ennek a revolvernek a műszaki érdekessége az, hogy nem a 38 speciál vagy 357 magnum peres revolver töltényen működik, hanem a 9 mm Luger hornyossal, és ugyanakkor nem full moon clippel tartja össze, hanem a hüvelykivetést másképp oldották meg. Besturcsi! Hát oldalon. Ja. Te? Aha. Jó, jó, felfelé. Megakadt. Tehát egyrészt egészen furcsán néz ki a dobforgató koszorú. Másrészt, ha kiemeljük, akkor láthatjuk, hogy itt ilyen kis rugós nyelvek állnak ki belőle, ami olyan ezüst színű. Csak arra szolgálnak, hogy a hüvelyhornya hornyába ezek bepattannak, ezáltal a perem nélkül lőszer is gyönyörűen üríthető belőle. Na most miért picsanak? Üritsünk csak. Nem, sehogy nem. Ajjaj. Na milyen faszom van? Nem kell ebbe ennyi alkatrész, az igazság. Ami még rendkívül szembetűnő a fegyvernek a lőszere mellett, hogy az egész fegyver egy ilyen teljesen modern, semmiben nem klasszikus vonalú revolver, és kifejezetten ugye a 9 mm Luger pisztoly lőszer köré építették, éppen ezért a dob sem olyan hosszú, mint megszoktuk, hanem olyan hosszú, mint egy 9 mm Luger lőszer 8 g-os tölténnyel, mert lövedékkel. Kíváncsi lennék egyébként, hogy mondjuk egy 148 grénes lövedékes lőszer is beférne ebbe a dobba a hossza miatt. Te most abban duplákat lövök. Le? Aha. Valami nem jó, most meg elcsettek. Hát az lehet, hogy másodikra is szar. Kezelése amúgy elég hagyományos. Ez a dobnyitó tolóka, ugye ez a régi kortoknál az itt volt, itt most egy normális Smith & Wesson rendszerű dobnyitás van, csak ilyen ferdén építették be, ami elsőre furcsa, de a hüvelykujja pont jól elérhető. Ugye a hüvelyürítés az egyidejű, ezt már mutattuk. A dobot elől is egy rugódott stift tartja, ugye ami oda bekapcsolódik. Érdekes még, hogy kinyitott állapotban is föl lehet húzni a kakast, ami nem egy szokványos megoldás. Egyébként pedig ugye double action, single action az elsütő szerkezete.
Megpróbálok 10 méterről szórást lőni. Méterről revolverező szórás, de ide kell céloznom, tehát valamiért több mint 10 centivel fölé volt a célzott pontnak. Pedig ez 8 grammos, teljesen szabad.